Na, sziasztok, én Alex vagyok, és gondoltam, hogyha már TikTokon felrobbant ez a szerver szó szerint, és iDark is meglátogatta ezt a szervert, akkor gondoltam, megnézem én is most már, hogy milyen lehet ez a jó kis Prison szerver. Tehát lényegében hasonló lesz, mint anno ugye az 5 milliárdat tét, vagy a 100 milliárdat tét, tehát egy defa életet fogok lényegében bemutatni, és segíteni azoknak a játékosoknak, akik most akarják mondjuk elkezdeni ezt a szervert, és hogyan kéne. Igazából az első rész ilyen turisztikai körbevezetés lesz, meg megmutatom, hogy kell elkezdeni, tehát szó szerint, tehát egy ilyen full defaultoknak lényegében. De hát aki mondjuk nagyon profi ezen a szerveren, lehet az is élvezi, kicsit visszamegy az időbe, hogy hú, de jó volt elkezdeni elsőnek ezt a szervert, mert egyébként ez már a 10. season, tehát már egy jó ideje megy ez a Prison dolog, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de még a mai napig fut. Szóval, elsősorban egyébként, amikor feljöttök, akkor itt fogtok spawnolni, mint ez az NBY0101, tehát ugyanitt fogtok spawnolni, itt ezen az egyetlen egy blokkon. Igazából annyit láttok, hogy mindenfele minden van, tehát mindenhol van HD, mindenhol van NPC, meg mindenhol van kiírás, amit egyébként mellőzni kell, mert azt nem jó elolvasni, tehát így végig kell futni rajta, és utána spamelni a chatet, hogy ugye adott dologokat hogy kell csinálni. Na de viccet félretéve, tehát azért vannak itt ezek a kis HD-k, meg lassan majd lesz egy külön item, ami segíteni fog neked. Hát, hogy segítsenek, tehát elmagyarázzák ezek a HD-k lényegében, hogy hogyan kell elkezdeni. Hát őt kicsit para, de nem kell vele foglalkozni. De elsősorban annyit láttok, hogy van egy nagyon menő csárkány. Persze letöltetek ugye a textúrát, meg miatt kapok 80 kommentet, milyen verzióval érdemes feljönni. 1.8-tól 1.19-ig, én most 1.12-vel vagyok, szerintem az a legjobb. Így minden szempontból, de 1.8-al is tudtok feljönni. 1.8-ban nem működnek azok a legendás skinek, amik itt vannak, de majd erről is beszélek. Tehát itt a falon itt van mindenféle skin, de ezek 1.8-ban nem működnek teljesen jól, oda ki is van írva. Feljöttök, mi a lényeg a szervernek? Kezdjük azzal, mindig az a legfontosabb. Mi a cél, mi a lényege? Igazából a legfontosabb itt, hogy bányásznod kell, tehát Prison, tehát ez a legfontosabb cél, hogy mindent, amit meg tudsz szerezni a szerveren, az lényegében bányászással elérhető, bár mondjuk most bejött egy új update, ami elég menő, majd megmutatom. Szóval jobb kattoltok a csákánnyal, azt látjátok, hogy tele van mindenféle enchanttal, tehát tényleg mindenféle enchant van, és le is tudtok venni enchantot, itt meg csak igazából mutatja, hogy hányas szintű a csákány, hogy ugye meg hát ki a tulajdonosa a csákánynak, ennek igazából túl sok jelentősége nincsen. És akkor itt már egyből tudtok rápakolni dolgokat. Tehát, ugye feljöttök, hát nem tudtok semmit fejleszteni, mit tudnátok. Tehát defák vagytok, nincs semmitek, mit látjátok a toldát, minden nulla, ami létezik nulla. Mégis sokféle valuta van, tehát mik azok, mi az, hogy pénz, mi az, hogy zseton, bitcoin, szorzó energia, tehát ezek micsodák. Az pénz, az ugye a pénz, mint minden szerveren a dollár, az arra jó, hogy tudtok prestige-elni, meg fejleszteni ugye rangot. Tehát ott láttok ilyen mindenféle számot, azok ilyen számok, az a prestige lényegében, hogy hányadik prestige vagy, minél nagyobb vagy, annál menőbb, az a lényeg. A top lista is erre van alapozva, tehát itt van például a top 1 jelenleg 110, nincs élete, de most nem kell ezt nézni, az a lényeg, hogy 110 ezer prestige van, és ki fog nyírni. Nem tudom, miért nincs ez skinje, előbb még volt skinje, valamiért így gondolt egyet és eltűnt. De itt egy parkőr, tehát itt tudtok egyébként alapvetően sok zsetont szerezni így a játék elején. Én például most bemutatom ezt a módszert is. Na hát eddig bírtam. Na, tehát 36-ot tudtam most így hirtelen csinálni, egyébként meg azért, mert itt folyamatosan így állítgatja, hogy sprintelek vagy nem. És kicsit érdekes, na mindegy. Kaptam nagyon sok pénzt, úgy de hangos volt. Na és mi az, hogy bitcoin? Hát nem az a bitcoin, amit a való életben használunk, de itt
lényegében van egy külön bolt, itt a bolt, és tudtok vásárolni, hát lootboxot, tehát lényegében meg mindenféle kulcsot, de hát ez kit érdekel. A lootbox, a Vanity lootbox az a legjobb lootbox, tehát azt meg kell venni egyszerűen itt Bitcoinból, ez a cél, nagyon, nagyon jó cél. És tényleg, tehát erre jó a Bitcoin, hogy tudtok venni. Tehát nem, nincs az, hogy csak pay to win-nel lehet ládákat szerezni, meg lootboxokat. Ha valaki sokat játszik, ugyanúgy meg tudja szerezni. Na, mi az, hogy szorzó? Az lényegében, hogy hányszor kapod meg a pénzed, amikor bányászol. Az energia az meg a AFK Mine-hoz kell. Na, tehát itt az AFK Mine. És erre tudjátok használni. Tehát ott ír is. És játékidő, hát még az is nulla. Az sajnos tényleg csak úgy lehet szerezni, hogyha játszotok, tehát. Na mindegy, itt van egy spongja, amit előbb is mutattam, hogy nagyon ijesztő. És itt kaptok kulcsokat azért, ha fent vagytok, és aktívan hát bányásztok lényegében. Mik vannak még itt? Ha már fly-on van, akkor kihasználom. Ja, hát van a Battle Pass, na ennek van egy ingyenes változata, meg egy prémium változata, van mindenféle küldetés. A legtöbb ember igazából akkor jön rá, hogy létezik ilyen, mikor random véletlen megcsinál egyet. Például beírom, hogy per warp, akkor már kaptam. Ja, és van mindenféle warp, igen. Tehát itt, ja, van annak cellák is. A cella az lényegében egy ilyen fanos Skyblock sziget, hát egy börtön sziget. És a Gangtopra úgy tudtok feljutni. Tehát van egy külön enchant, maffia vadász, és azzal tudtok pontokat szerezni. És aki a legtöbb pontot szerezte, hát azt kapja az adott V-t. Mert itt vannak V-nyeremények, tehát top listán belül lehet V-ket szerezni. Tehát top blokk, 1-től 5-ig. Na, nézzük meg a warp menüt most már, ha itt vagyunk. Tehát a segítség ugye itt van, hogy amikor sétálgattok, AFK bányászás, ugye create, ugye hát a blokk jutalmak, az is fontos. Tehát ezt is majd be fogom részletesen mutatni. De itt annyi a lényeg, hogy itt folyamatosan írja, hogy hát ez le lett csökkentve, eddig 50 millió volt a legnagyobb, de senki közelébe se jutott, úgyhogy levittem 10-re, mert az még elég esélyes. Aztán mik vannak még itt, van ugye a PvP, azt is majd meg fogom mutatni és beszélni egy-két dolgot róla, és hát a legfontosabb a bánya. Itt, ha jobb kattoltok, akkor meg tudjátok nézni az összes bányát, hát rangbányát nem nagyon fogunk használni, majd kiderül, ha nyitunk, akkor igen, de jelenleg nem. Azért vannak itt nekünk a Prestige bányák, és hát vannak ugye az A-tól Z-ig, ugye az OG, ha tetszik úgy mondani. Na, akkor azt mondja, hogy hát A rangba vagyunk, el kell kezdeni bányászni, nincs mese. Tehát van jó, jelenleg 150-emmel kicsit parkűröztem, és ezt ajánlom egyébként, meg hát most, ha már látjátok, már nagyban jött a TikTok videó, és már itt mindenki bányászik, már tudják, hogy mi a helyzet. Tehát ezt fel kell fejleszteni, sietség, gyorsaság, a magasugrás az igazából attól függ, hogy ki szereti, én annyira nem. És igazából ennyi, amit így ki tudsz maxolni egyben, már meg is kaptuk az effektet. Nézzük, nézzük, nézzük. Hát van még 144 millió, nem túl sokra jó, de szerintem minél több pénzt szeretnénk szerezni, úgyhogy a szerencsét kimaxolom. Vagy zsetont inkább, a zsetont, így van. Na és akkor elkezdünk bányászni, hát a 100 blokk most a cél, akkor kapunk megint zsetont. És mint látjátok, megint kaptam 200 millió, és folyamatosan kapom, tehát ennyit kell csinálni. És kapjátok, már mindjárt kapunk egy milliárdot is. Hát ezért OP Prison tényleg, mert ekkor a számokkal vannak, és hogyha már ekkor a számok, akkor biztos jobb. Mert csomó embernek általában ez a gondja, hogy nem elég nagy számok vannak. És külföldön is van, ahol már hát brutális mennyiségű számok vannak. Tehát nem Q van már, hanem S. Itt is van mondjuk S. Na és akkor megnézzük. És már tudunk. Ja, meg az 500 blokkot is már. Ja, már sokat elértünk. Nagyon jó. Hát akkor. Legyen megint a zseton találó. Hát az a legjobb, ha úgy nézzük.
Na, közben egyébként megmutatom, te tudtok fejleszteni a legnagyobb rangot elérni. Max rank appodba írjátok. És akkor most egyből el tudtuk érni a P-t. Hát akkor nézzük meg azt a bányát. P bánya. Itt is vagyunk. Egyébként a fly-t már mindenkinek elérhető, tehát a bányába tudtok nyugodtan flyolni. Na, tehát megint tudunk fejleszteni valamit. Hát most nagyon sok pénz kéne, szóval inkább legyen most a szerencse. Na, hát most inkább a zseton találó. Közben megnézem, hogy tudunk-e már menni másik bányába. Hú, még nem tudunk, egy B kell legalább. Jó. Kereskedőt is kicsit fejlesszük. Na és akkor most már mehet nagybe a bányászás, mert újra besiszte közben. Hát, kereskedőt igazából minél jobb kimaxolni előbb, az könnyű. Ó, közben egyébként nézem, hogy adományoztak nekem. Van egy ilyen enchant, hogy adományozás, itt van. És akkor mindenki kap a szerven dollárt, úgyhogy na hát akkor ezért jó, hogy látjátok, hogyha sokan bányásznak, mert akkor mindig kapunk ilyet. Elvileg, igen, most már ki is vittük, most már csak resztigelni tudunk. Viszont, mielőtt azt elkezdjük, gyorsan valamit megnézek, valamit fejlesztek, mondjuk, nem tudom, igazából tök minden zsetontalálót, és tudunk nyitni ládákat. Milyen, nézzük meg, milyen küldetések vannak, hát van valami egyszerű. Több szót ki kell találni, ahhoz kell figyelni lényegében a chatet. Itt van egy zseton találót, ki kell maxolni. Érd el az 10.000 prestige szintet, hát az igen, az, az idő. Ez is idő. Nincs ki 50 envoy ládát, azt igazából csak figyelj, igen, van itt envoy event, az lényegében olyan, hogy a PvP területen leszpónolnak ilyen kis ládák, és ki kell nyitni őket. Csákány, hogy érje el a 10. szintet, az nagyon könnyű. A Jackhammer-t maxolni kell, nem annyira, de nem lehetetlen. Tehát per Discordot használd, és akkor így igen. Szerintem át tudunk valamit venni, így van. És akkor jobb cut. És akkor kaptuk, megkaptuk igazából a legjobb ládát, egyetlen egyet. És akkor választunk egyet. Utolsó mondjuk, ez nagyon hangos. Ó, hát ez nagyon jó jött. Nagyon jó, na ja. Nem ezt akartam. Hát valahol lejjebb kéne venni valamelyiket, nem tudom. Lejjebb veszem az összeset. Tehát tudtok így is ládát nyitni így egyesével. És egy Q. Lehet így is ládát nyitni, vagy tudtok úgy, hogy fogjátok, mérjátok ezt a parancsot, hogy backrate, és akkor itt Q-val tudtok nyitni lényegében. Tehát itt menjem, hogy Q, és akkor összeset kinyitotta. Kaptunk mindenféle kulcsot, megint, és akkor látjátok, folyamatosan kapjuk itt a kulcsokat. Na és akkor ott a legjobb a Vanity, ott megint kapunk kulcsokat, és akkor Bitcoin, és zseton. Na hát a Bitcoinból már van 1000, azért az már haladás, az már lassan tudunk venni valamit.
Viszont sok zsetont kaptunk, úgyhogy el tudjuk kezdeni fejleszteni. Hát a kulcs találó az mindenképp kell. Ez egy fontos enchant. Egy 20-at adunk abba. Ez is fontos enchant. Ezeket mindig előbb ki kell fejleszteni. És akkor mondjuk nézzük, hát a zsetont azt ki kell minél előbb maxolni. Mi az az alapja az egésznek, ugye? Megnézzük, hogy most jelenleg melyik a legjobb bánya, hát igen. Viszont most már prestige-elni tudunk. Hogy tudunk? Hát tudunk egyesével is, hogy per prestige, de hát ki akarna úgy. Tudunk max prestige-elni. És akkor a legnagyobb... igen, tehát ilyenkor te lesz bemenni lényegben a chatet. És akkor prestige-elt nekünk. Vagy tudunk auto prestige-elni, és akkor összes pénzt azt erre fogja feláldozni. Igazából most nem kell nekünk másra a pénz, tehát nyugodtan mehet. Na és akkor látjátok most már lett kulcsunk, tehát beírunk megint egy per kredit, akkor tudunk megint így nyitogatni. Így né. Hát aki már nyitogatni, aznak ez főleg jó élmény lehet. Tehát folyamatosan kapjuk mindenfele a kulcsokat. Nem akarnak elfogyni, hát ez nagyon jó. Na, végre most már elfogytak. És akkor most megint tudunk fejleszteni. Hát a zseton találó, tényleg azt maxoljuk ki minél előbb. Most, ha bérőt per warp, akkor megnézhetjük, hogy jelenlegi bánya P1000. Tehát most azt mondja, hogy a prestige a legjobb nekünk. Úgyhogy nézzük is meg. Ezért kell minél előbb kifejleszteni Jackhammert, hogy ne legyen ilyen a bánya egyébként. Úgyhogy mindjárt fogunk azon is fejleszteni. Nagyon durva egyébként, hogy hányan jöttetek TikTokról, tehát hogyha megnézzük a tabot, az a sok default, az TikTokról jött át. És zseton. Na és közben egyébként szerintem lezárom ezt a részt, mert már szerintem így is elég hosszú lesz, ha jól nézem. Szóval még fejlesztünk valamit, elkezdjük akkor most már a Jackhammert is fejleszteni. Tehát itt, hogy képes vagy kibányászni egy egész réteget, az nagyon jól fog jönni. Tehát így bányászt, már az a baj így ezzel, hogy össze-vissza bányásztok és nem lesz szép a bánya. És akkor nem tudtok így bányászni, ahogy alapból kéne. Hogy ugye eltávolítsani egy réteget, és akkor tök jó lenne úgy. Ha már minél előbb ki lenne nekünk fejlesztve. Na mindegy, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek ebből a folytatást, akkor végképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, mert hát remélem sok embernek tudok ezzel segíteni, úgyhogy sziasztok!